giving up is hard to do when you still depend upon mindenki. Ma jubileum van, ugyanis ez már a 10. rész, amivel véget ér az első évad. Egy igazi autós ember mivel is ünnepel? Szesszel? Nem. Flexel! De lehet ünnepelni szép autókkal is. Gondolkozom rajta, hogy ezt is szétflexeljem. Vagy inkább ezt? De miért? Hát mondd volna nálam flexit a csomagtartóban. Jó van már, nem kell úgy kiabálni, nem bántom. Csak azt ígértem meg, hogy a fehéret nem bántom. Viszont ezt... Ízelítőnek ennyi, és nem több. Viszont ha velem maradtok, a következő évadban együtt a szart is ki fogjuk taposni abból a... Az elején ugye abban maradtunk, hogy ünnepeljünk inkább autókkal. Mivel azonban tudom, hogy sokan szeretnek itókával bulizni, ezért az ő, de csak is az ő kedvükért hoztam azt is! Nem nevezném magamat egy nagy szeszfogyasztónak. Ebből adódólag ez egy kihívás is egyben, hogy mennyit tudok meginni egyszerre, anélkül, hogy kiüssön. Mivel azonban különösen veszélyes, és nem szabad olyat csinálni, hogy egyszerre iszunk is, meg vezetünk is, ezért még egy picit várjunk ezzel. Nem kell ám sokat. Először is van ugye a 10. rész. Közel egy év eltelt már a kezdés óta, és úgy érzem, lassan kezdek belejönni a folyamatba. Még mindig nem tökéletesek a videók. Viszont csak a készítésükkel és az ezáltali tapasztalással tudok fejlődni, így csinálom tovább. Illetve van még egy évforduló és két születésnap. Az évforduló nem más, mint két. 10 év eltelt azóta, hogy elkezdtem Pajtit építeni, aki nekem biztosan, de talán nektek is szerzett pár kellemes percet, hiszen jártunk együtt esküvőn, eljegyzésen, születésnapokon. A pontos részletekben most nem fogunk belemenni. Akik követnek és nézik a csatornát, úgy is látták mindezt. Kisebb technikai hibánk adódott, amiért ezúton is elnézést kérek. Ha kíváncsiak vagytok, hogy ünneplünk tovább, meg hogy ki a két másik szülinapos, egy nap múlva, azaz holnap, gyertek vissza! Sziasztok!